It's black and white. Na, hát üdvözlök mindenkit, sziasztok! Ismételten egy 2-0-ás héten vagyunk túl. Ugye az ellenfelek az Origin és az SK csapata voltak. Mindkettőt sikerült legyőzni. Egyiket könnyebben, a másikat nehezebben. Ugye az Origin csapata ellen egy elég prestízs meccs volt, ami fontos volt, hogy elhozzuk, mert ugye az Origin-t az top csapatnak tartják nagyon sokan, illetve az előző szezonban másikak lettek. Most így a nyári szezon során kicsit gyengébben teljesítenek, de ennek ellenére ez egy nagyon fontos meccs volt számunkra. Elég nagy magabiztossággal érkeztünk erre a meccsre, és amint láttuk, hogy a draft úgy alakul, hogy az Origin nem egy split push kompozíciót hoz, mert szerintem az az erősségük igazából, akkor tudtuk, hogy ez könnyű győzelem lesz. Igazából szerintem itt elég jól csapatként együtt játszottunk, és ez volt az, ami kulcsfontosság volt. Gyors volt a kommunikációnk, gyorsan olvastuk a játékot, hogy mi történik a pályán. Könnyedén reagáltunk bármire, amit az Origin csinálni próbált. Ugye GP-t játszottam most mindkét meccsen. Szerintem a GP ez elég jó hős jelenleg, nincs nagyon counterje top lane-en. Van egy-két rosszabb matchup, de igazából minden matchup játszható vele. Karma ellen játszottam az Origin ellen, és ez egy kicsit kellemetlen matchup így a játék korai szakaszában, de amint elértem Trinity Force-ot, onnantól semmi problémám nem volt arra. A legfontosabb az, hogy csapatként nagyon együtt voltunk, és ez talán az, ami nem volt ott az előző héten, ugye amikor az Excel ellen kikaptunk. Nem voltunk ott eléggé csapatként, nem volt meg ez a folyékony kommunikáció, ami az OG ellen megvolt. Igazából az SK ellen is, SK ellen se volt semmi kommunikációs problémánk. Itt inkább az volt a baj, hogy kicsit benéztük a draftot, és egy ilyen fele engage, fele disengage kompozíciót raktunk össze. Ami nem lenne probléma, de az ellenfél ott volt egy kork és egy S, tehát outrange-eltek minket, és innentől kezdve kénytelenek voltunk rájuk engage-elni, ami elég nehézkes volt. Ugye elég sok disengage volt az SK oldalán, gondolok itt ugye a Corki-ra, Sejuani-ra, Tahmkent-re, ezek mind nagyon jól tudnak kite-olni és visszafele játszani. És ezért is volt kicsit problémás nekünk most a játékot lehozni, mert nagyon nehéz volt tornyokat ütni, vagy egy objektívet elkezdeni, mert nagyon sok volt póki az ellenfélnek, és nehezen találtunk olyan szituációkat, ahol ezeket ingyen megcsinálhatnánk. Úgyhogy ez a meccs kicsit elhúzódott, és én örülök neki, hogy sikerült behozni, mert ez a meccs igazából az SK-je is lehetett volna simán. Szerintem ilyen draft hibára legközelebb oda kell figyelnünk. Nem feltétlenül csak az edzőről szól az egész. Még ha az edzőnek is van beleszólása, hogy az edzőnek is van ez a végső szava, hogy mit kell hozni. Ez a 2-0-as hét volt, jövő héten pedig Fnatic lesz az ellenfél, ami igazából a kulcsfontosságú meccs lesz a héten, mert ha Fnaticot sikerül megverni, akkor garantáltam második helyen vagyunk. Akármi is történjen a másik meccsünkön, ami ugye a Misfits lesz. Úgyhogy felkészülést is ehhez mérten kell majd jól összehozni. Köszönöm szépen, hogy néztétek, és jövő héten majd jelentkezem ismételten. Sziasztok!